pare, Iori, 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 A Tar Sándor novellái alapján összeállított monodrámáért, a Mi utcánkért a legjobb monodráma előadás díját ítélte a produkciónak a Most Fest 2021 zsűrije. 2022-ben pedig a Made in Pécs díjat, az év művészeti eseménye elismerést kapta a mű és előadója Köles Ferenc. Ezzel az elismeréssel még jobban megerősíti pécsiségét a Jászai Mari díjas színművész. Köles Feri valamikor debreceni volt, aztán 19 évesen felült a vonatra, Pécsre jött egy kicsit, aztán valahogy itt maradt. Mindig ezen vacakolok, vagy nyilván kicsit kellettem magam, de hogy akkor most akkor már befogadottam már a város, pécsi vagyok eléggé, hogy nem vagyok pécsi, persze, nyilván hátba veregetnek ismerősök, hogy hol van az már Feri, tehát ez nem éppen számolják, hanem egyszer csak azzá válik az ember, amikor már ennyit van itt. Ez mindenképpen egy komoly visszajelzés olyan szempontból, hogy ugye a magának, a magazinnak és a díjnak is nevében van az, hogy Pécs, tehát ez Pécs. Pécsi orgánum szavazta, adta, emberek mögé álltak, úgyhogy ez nagyon fontos, meg az a csapat, akik idén kaptak, meg egyébként, akik jelölve voltak, már maga a jelölés is, mint egy Oscar-díjnál, ez nagyon fontos, hogy sokan kerülnek fel olyanok a listára, akikkel a végén utána együtt ott lenni aznap este és átvenni ezt a díjat, ez nagyon megtisztelő. Jó estét, sziasztok! Itt állok, mint egy inverse diogenész, plastik dionűszosz, negyedik hullám taraján. Ez az első monodrámája Köles Ferencnek. Nem könnyű műfaj, el lehet benne fáradni, és a kor is hozza magával, mondja a színész. Abba a korba értem, mondom most viccesen, hogy amikor kitaláltam, akkor azt hittem, hogy ez jó fog azért állni nekem, és hála Istennek a néző visszaigazolja és szereti, viszont alapvetően nagyon elfáradok már ebbe az egész műfajba. Egy korábbi, egy fiatalosabb Köles Feri találta szentén még ezt ki, Szabó Attila segítségével ezt a monodrámát, és akkor még nem gondoltam, hogy ez egyébként ilyen fárasztó lesz egyedül állni a színpadon, de ezt is egyébként a néző és a visszajelzések visszaigazolják. Nehéz műfaj, nincsen végszó, minden végszó, tehát mindenképpen én jövök, nekem kell folytatni, vagy ki kell mászni a gubancokból is, de tényleg a viccet és a hülyeséget félretéve biztos más ember lettem ezáltal. Tehát, hogy sok műfajban kipróbáltam már eddig is magam, de amikor az ember végül tényleg egyedül vagy egy zenésztársaságában áll a színpadon, és arról beszél, amiről mindig is, vagy nagyon régóta szeretett volna, akkor ez egy nagyon fontos pillanat. Tehát és ez eljött, vagy eljöttettük, ilyen csúnyán szólva magunknak ezt a pillanatot, úgyhogy mindenképpen fontos esemény. Mögé állok, abszolút vállalom, még akkor is, hogyha néhol fárasztó is a dolog. Csinálok csigert a törkvényből, hozzákeverik, húsvét a tiszta penész, akkor lefejtik, cukrozzák, kénezik és mérik. Így is jó, hát így is megisszál, nem? Dolgozni persze senki nem akar. Nem éri meg. Így megy ez már. A pandémia miatt háromszor kezdték el, és háromszor hagyták abba a monodrámát. Mindig jött a lezárás, és a színházat is be kellett zárni egy időre. Ez az egész így nagyon zavaró volt. Furcsa módon az első körben nagyon megijedtem, akkor majdnem azt mondtam, hogy akkor hagyjuk is ezt abba. Tehát, hogy nincs ebbe ennyi, nem fogom tudni csinálni, mert akkor még szerintem bennem dohogott az évad előtte lévő része, az a leterheltség, de utána az ember, amikor ugye magába néz, hazakerül, és elkezd gondolkodni, hogy akkor mit ért neki eddig a színház, akkor rájön, hogy igen, ez fontos, és akkor utána újra nyilván az anyaghoz nyúltunk, elkezdtük még ugye kétszer újra, és egyébként nagyon jót tett neki ez a háromszoros torpanás és háromszoros újraindulás, mert érett, nem esedett, sokkal jobban összegömbölyödött a darab így, hogy háromszor kaptunk rá lehetőséget. Magyarán, hogy mondjam, tehát, hogy klasszikus értelemben a színházra egy próbaidőszakra 6-7 van. Az, ha akarjuk sok, ha akarjuk, meg mindig kevés. És így, hogy nekem szinte egy éven volt ezen hömbölögni, gondolkodni, ülni, ez monodráma sága miatt is nagyon-nagyon jót tett. Négy hónapja
Vagy te van egy gyávára, múlt kedden is megvolt. Akkor megerőszakolt. Van egy gyávára, vagy te. Te tudod, mi bírom, de az úgy szokott lenni, hogy köztem és Ibolya közt úgy alakult a dolog, hogy ha ő Ibolya akar valamit, akkor ott van az átfeletti paucon két teci Hubertus. Akkor azt megisszük, aztán menekül. Kicsoda? Hát Ibolya! Azért nincs teljesen egyedül a színpadon, rajta kívül van még egy muzsikus is. Az egész történet színpadra alkalmazása pedig több ember munkája. Én azt szoktam mondani, hogy amikor ez megszületett, ugye Szabó Attila rendezte álmot a színpadra, vagy hogy mondjam, tehát lektorált ezt, ami, de együtt gurítottuk el. Tehát hogy a Szabó Attila neve, a Frank Fruzsina, aki egyszer sugója, kvázi dramaturgia és a darabban, és alkotótárs, tettestárs, és a negyedikünk pedig akkor maga a zenész, a nagy bőgős Szabó Kornél Dénes, aki régi jó barátom, és ő is egyébként nem csak zenében tett hozzá az előadáshoz, hanem ott volt a születésfázisaiban is, tehát hogy ő abszolút közösen gondolkodott, tehát kérdéseket tett föl, hogy olyan irányba tolta tovább a darab születési fázisában még alakítható részeket, ami utólag kiderült, hogy fontos. Tehát, hogy ő is egy friss szem volt ebben, akire azért volt szükség, egyrészt, hogy zeneileg alátámassza ezeket a történeteket, másrészt pedig én bíztam az ő gondolataiban és elképzeléseiben, és őt ugyanígy meghallgattuk. Tehát, hogy kvázi ez úgy lett mondanám, hogy négyen dolgoztak rajta, és utána mi ketten állunk ugyan ki arccal, meg hangszerrel a néző elé, de ez abszolút négy ember munkája. Maradjál már, Jancsi! Olyan vízna vagy, hogy pislantasz egyet, aztán felmegy a bőröm, akkordom. Mondjuk az már majdnem szex. Maradjál már, Jancsi, ne erőzöngél, az ott a demokrációs vonal. Dorog, ugye egy törkélye szavakat használni, amiket mások sem értetek, nem csak ők. További életet is élhet a mostani színpadon kívül ez a monodráma. Meglátjuk, hogy mennyit bír idén, hogy mennyi ember látogatja, mennyire lesz még rá igény, attól még átmehet jövőre. Ez itt most megtalálta a helyét, és ennek nagyon örülök, és köszönöm a vezetőségnek. Nem kizárt, hogy utaztatni is fogjuk, tehát van szándék, mivel nem egy olyan nagy kiállítású darab, mint egy nagy színpadi operet, ezért könnyebb utaztatni is, és szeretnénk vinni Budapestre, nagyobb vidéki városokba, meg fesztiválokra, amennyiben meghívják. És a nagyon-nagyon hosszú távú cél, hogyha még mindig sokat jelent nekem, és számít ez annyi, akkor még azt szokták csinálni egy ilyen monodráma esetében, hogyha a színházban már nem kell, vagy a nézői elfogytak, akkor csinálni belőle egy olyan verziót, ami egy asztalnál, vagy egy dobozban elfér, és az ember akkor utána ezt meg tudja utaztatni, vinni tovább kisebb helyekre, falvakba, kistérségbe. A Mi utcánk a Pécsi Nemzeti Színház N. Szabó Sándor termében megtekinthető. Jaj, Jancsinak az a baja, hogy gusztustalan, mondjuk már ki úgy, ahogy van, gusztustalan, mindjárt meg is vizsgálnak, csak előbb ezt megiszom, addig vetkőszélet elégig. Felülről te szerencsétlen, olyan ronda, mint az a nyiradonyi ember, aki hozott patkányra rácsálópirtot, az pálinkáért pofosztatta magát. Vigyázz, mert kaphatsz még egyet esztikétől.